egyenruhás rendőröktől vehették át a karácsonyra összekészített csomagjaikat a nagy dorogi gyerekek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai cipős doboz akció keretében gyűjtöttek heteken keresztül, hogy így tegyék szebbé a kicsik karácsonyát. Ennek az egésznek igazából a célja az, hogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy milyen érzés adni, milyen érzés azokat az embereket segíteni, akiknek nem biztos, hogy a fa alá sok ajándék kerülne. És a kollégáim önzetlen szándékának köszönhetően a mai napon ismét legalább 5-6 tucatnyi csomagot fogunk tudni átadni a nagy dorogi óvodásoknak és iskolásoknak. Abban, hogy a rendőrök által gyűjtött ajándékok valóban rászoruló gyerekekhez jussanak el, a Tolna megyei Róma Nemzetiségi Önkormányzat korábbi képviselője is segített. Ő régóta dolgozik együtt társadalmi munkában a rendőrség nemzetiségi kapcsolattartóival. Jó szoros kapcsolatokat próbálunk teremteni egymás között, és ezzel kapunk lehetőséget, és ezzel mi alázattal próbáljuk ezeket a dolgot kezelni, és úgy élünk ezzel a lehetőséggel, hogy éppen lehet. Nagy dorog polgármester azt mondja, nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy az egyenruhások a faluja gyerekeinek gyűjtenek. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a kis településünk elmaradott gyermekeire gondoltak, úgyhogy ezt nagyon nagy örömmel fogadja a falu, és nagyon megható, és nagyon szépen köszönjük még egyszer. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai nem most először segítettek karácsony előtt rászoruló gyerekeknek. Tavaly az Észak-Tolna megyei Páriban tettek ugyanígy.